Szia, én Toku vagyok, és akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki Windows alatt a Mulvad VPN-nek a felülete. Láthattad már Androidon és iOS-en. Nagyon egyszerű és nagyszerű, gyakorlatilag nagyon hasonlít az Androidos felületre. Itt megjelenik először egy piros lakat a tárcádon. Rámész, hogy Secure Connection, itt biztonságos kapcsolatra vált. Ameddig nem kapcsolódik, addig blokkolja az internetet és amikor kapcsolódott, akkor onnantól kezdve védve vagy. Ha megnézed a Switch Location-t, akkor be van kapcsolva a Bridge mód, amit rögtön mutatok a beállításokban. Ugye itt úgy, mint az Android esetében láthatod, hogy hány van még a felhasználásból. Van a Preference fül, ugye full angol minden. Itt be tudod állítani, hogy alapból induljon-e az oprendszerrel, kapcsolódjon-e, legyen-e megosztva a rendszered a hálózaton, illetve ugye az értesítések, monochroming, illetve beta programban való részvétel. Hozzáteszem Linux alatt csak beta programban. A verzió problémát tudod jelezni, illetve tud segítséget kérni és nyelvet állítani, amit viszont nem fogsz tudni megtenni, mivel alapból angol és nem is támogatja a magyart. Advanced fül alatt be van kapcsolva alapból az IPv6, mint olyan, hogy már védje, és ugye megkérdezi, hogy mindig be legyenek kapcsolva maga a VPN. Ugye itt alapból OpenVPN-t tudsz kérni, automatikusan van alapból is érdemes is azon hagyni. Ugyanígy az OpenVPN-t is bridge módot én bekapcsoltam, arra rögtön kitérünk. Van egy ilyen OpenVPN rész, guide, rész és várgált ki, ugye úgy, mint Androidnál, tudjuk ellenőrizni, hogy rendben van-e a várgált kulcs, összességében öt eszközön tudsz csatlakozni a várgált keresztül a múlvad szolgáltatásra, és ezt a személyes felületén tudod ellenőrizni a múlvadnak, amit hozzá kell tenni, hogy ha úgy tesztelgeted, mint én, hogy több Linuxot telepítesz egymás után, és mindegyiken bekapcsolod a múlvát szolgáltatását, akkor egy idő után túl fog csordulni ugye a várgárt kulcs, és azzal problémáid lehetnek, viszont akkor menjünk tovább a switchre. Ugye van egy belépünk, amit meg tudunk adni, hogy hol lépjen be, mint szerverként ugye a VPN szolgáltatásra is hol tud kilépni. Én ugye általában alapon hagyom, és a kilépés pedig Németországra állítom, ugyanis itt adja meg azt, amit láthattál a kod múlt is videóban, hogy 70 környékén megáll maga a ping, és nincsen probléma továbbiakban a létenszivel. Röviden ám, de velősen ennyi lett volna maga a felülete a Windows-os múlvad VPN kliensnek, és megyünk tovább a következő videóba pedig a Linux-ossal, úgyhogy köszönöm, hogy megnézted ezt a kis történetet. Viszont egy valamire készülj fel, hogyha te szeretnél kilépni a múlvadból, akkor először is disconnect, majd pedig, amikor kikapcsoltad a szolgáltatást, akkor quick up. Különben bekapcsolva marad, és nem biztonságos módon, de továbbra is megy a VPN, így okozhat problémákat számodra, ami itt a programot és a használatát jelenti a rendszer esetében. Gondolok itt mondjuk kod multira, kikapcsolod a múlvadot, és mégis 70 az FPS-et, holott 39-40 alapból, de ezt így meg is oldottuk, és ennyi lett volna a történet akkor. Köszönöm, hogy megnézted a